Az elmúlt időszakban több észrevétel is érkezett annak kapcsán, hogy a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székely intézményébe gyermekeiket kísérő szülők csak az épülettől több száz méterre tudtak szabályosan leparkolni. Tért ki rá Máguri András József. Kiemelte, korábban a városvezetés megnövelte az intézmény környezetében a parkolók számát, de azok mindig megteltek. A probléma orvoslása érdekében a műszaki osztály és a rendőrség munkatársaival egyeztetve az a végleges döntés született, hogy a Szegedi és a Kálvin utcák sarkán a korábbi megállni tilos tábla helyére egy várakozni tilos tábla kerüljön ki. Ennek köszönhetően az autó sofőrje leállhat az út szélén arra az 5 percre, míg az utas kiszáll a gépjárműből, így sokkal rövidebb idő alatt megoldható a napi rutin, mint korábban. Úgyhogy innentől kezdve ez a probléma meg fog oldódni, ez azért is aktuális, mert ugye mai naptól kezdve az alsó tagozatosok újra járnak iskolába, úgyhogy több száz szülő, több száz gyermek kényelmesen fog tudni iskolába jönni, és innen távozik ősen. Rossz időben, persze jó időben meg nyugodtan lehet kerékpározni, vagy ki, ahogy akar gyalog jönni. A települési képviselő felhívta továbbá arra is a figyelmet, hogy a Tömörkény utcában legalább 15-20 parkoló helyet az elkövetkezendő hónapokban majd nélkülöznie kell a lakosságnak, ugyanis a Juhász Gyula Református gimnázium, technikum és szakképzőiskola tornatermének felújítása zajlik. Ezügyben az emberek türelmét kérte a városüzemeltetési tanácsnok, aki kitért arra is, hogy több javaslatot is tett arra vonatkozóan, hogy növelni tudják az említett időszak alatt a parkolásra alkalmas területek számát. Posta utcába bemegyünk, és ott vannak a virágládás lezárás, ott balra kell menni a Tömörkény utcán, ott pár éve pontosan jön akkor, amikor itt is megszüntetésre került a megállás lehetősége. Ott is megállni tilos táblát tettek ki, de ez hamarosan el fog tűnni, úgyhogy újra oda virágládák mögé legalább 4-5 autó meg fog tudni állni, és ezen túl is keresni fogjuk minden központi részen azokat a lehetőségeket, ahol engedélyezett lesz az autók parkolása. Hozzáfűzte, reméli, ezek az intézkedések a makóiak javát és kényelmét fogják szolgálni. Mint mondta, a parkolók számának növelése a majd ide érkező turisták miatt is indokolt.